Székesfehérváron rendezték meg a 120. felnőtt atlétikai országos bajnokságot. A viadalon a haladás VS-en mindhárom éremből egyet-egyet gyűjtött be. Móricz Bálint 200 méteres síkfutásban nyert, míg 400-on második lett. A 4x400-as váltó Kása Tibor, Bodor Boldizsár, Koszti Dániel, Jagodics Denis összetételben a harmadik helyen végzett. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Móricz Bálint egy komoly sérülésből felépülve versenyzett az OB-n. Sikerült ennyire formába hoznom, hogy ezüstérmet szerzett 400-on, és megvédte a bajnoki címét 200-on. És nagy öröm még mellette, hogy Bálintot így nem engedtem futni 4x400-on, ugye, mert az már túl nagy terhelés lett volna, és a két fiatal ifivel így is bronzérmesek tudtunk lenni, ez nagyon szép siker. Móricz Bálint 200 méteres és 400 méteres síkfutásban is címvédőként érkezett Székesfehérvárra. A rövidebb távon esélyeshez méltóan versenyezve 21,63 század másodperces idővel elsőként szakított át a célszalagot. 400 méteren viszont nem sikerült a címvédés, és második helyen végzett a szombathelyi sportoló. Így ezzel elégedett vagyok, mert azt gondolom, hogy mindent kihoztam magamból, amit egy ilyen sérülés után ki tudtam hozni. A jövőben szeretnék nagyobb figyelmet fektetni arra, hogy ilyen problémák ne forduljanak elő többet. A haladás VS atlétái a sikeres országos bajnokság után sem ülnek a babérjaikon, hanem gőzerővel készülnek a szabadtéri versenyidőszak még hátralévő feladataira. A fókuszban a Magyar Atlétikai Szuperliga döntője áll, melyet szeptember elején komoly pénzdíjakért rendeznek meg Debrecenben.